Arra kérek mindenkit, hogy gondolkozzon el azon, hogy amennyiben megkérdeznék tőle, hogy magyarázza el, hogy mit is jelent a jó hír. Mi a Yahusha HaMashiach, a megváltó jó híre? Mi az, amit evangéliumnak hívnak? Akkor vajon el tudná ezt magyarázni, illetve alá tudná-e támasztani az ő álláspontját versekkel az írásból? Meg fogjuk nézni azt, hogy mi is a jó hír, és mi is az evangélium, amit az írás annak hív, és biztos vagyok benne, hogy a legtöbben meg fognak lepődni ezen. Úgyhogy kezdjük is el Zsidókhoz 3-as fejezet, ami így szól. Ebben a fejezetben Saul Pál arra szólít fel, hogy kövessük Yahusha HaMashiach utasításait és az ő példáját. És ne tegyünk úgy, ahogyan az ősök, akik Egyiptomból kijöve nem engedelmeskedtek neki, és a pusztában barangolva elpusztultak, és nem tudtak bejutni az ígéret földjére, az engedetlenségük és a bűneik miatt, de legfőbbképp a hitetlenségük miatt. Ugyanerre szólít fel minket ma, hogy engedelmeskedjünk, hagyjunk fel a bűnös életmóddal, és találjuk meg az igazi hitet, különben nem fogunk bejutni a királyságba. Első verszak így szól. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára, főpapjára, HaMashiach Yahushára, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Ez maga a felhívás Mózeshez hasonlítja, aki szintén hűséges volt hozzá az ő házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltatott, mint Mózes Mosé, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Ugye HaMashiach Yahusha a ház építője, hiszen ő maga a szó, a mindenható szava, ő az, aki közvetítette Mosé Mózesnek a parancsolatokat, ezért ő a ház építője, Mózes pedig a ház urához hasonlítja. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Elohim volt. Elohim, aki mindent teremtett. Mosé is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, HaMashiach ellenben, mint fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Ugye a ház az a hívőknek az összessége, amit HaMashiach épített azáltal, hogy közvetítette a mindenható üzenetét, nekünk csak engedelmeskednünk kell, és akkor részeseivé válunk ennek a háznak. Ő az, aki építi a házat, ő a szegeletkő, ő az alap, amire a ház épül, és ő maga az építő. Annak okáért, amit a Ruach HaKodesh, a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján, a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Arra figyelmeztet, hogy hallgassunk arra, amit mondott, és próbáljuk megérteni, és úgy is cselekedni, és ne keményítsük meg a szívünket, ne forduljunk el tőle, ne magyarázzuk azt, hogy a parancsolatokat eltörölték, csak hinni kell, csak mondogatni kell. Különben próbára tesszük, akár csak azok annak idején a pusztában próbára tették. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Tévelyegnek, hiszen nem tartják be a parancsolatokat, ez az ő útja. Azt mutatja, hogy akkor és most ugyanúgy ő közvetítette ugyanazt az üzenetet mind a kétszer, akkor a népnek, ma pedig a világnak. És mivel megkeményítik a szívüket, ezért nem tudják megismerni az utat. Mert nem úgy közelítenek hozzá, mint egy újszülött, hanem próbálják egyrészt a régi beidegződésekre ráépíteni az újat, másrészt pedig a saját fejük után menni.
Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba, akár csak most. Erre figyelmeztet, ugyanez a veszély áll fenn, amennyiben valaki megtagadja a parancsolatot. Vigyázzatok, atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyik őtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Elohimtől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessék meg bűnnek csalánsága által, mert részeseivé lettünk a másiákban, ha ugyanaz elkezdett bizalmat mindvégig erősen megtartjuk. Figyelmeztessük egymást, hogy senkinek legyen hitetlen, gonosz szíve. Mi lehet a hitetlen, gonosz szív? Ha valaki azt gondolja, hogy a hit azt jelenti, hogy mondogatni kell csak, rendben, mit jelent a gonosz? A hitetlen, gonosz szív egyenlő azzal, aki nem tartja be a mindenható parancsolatait, rendelését, instrukcióit. Erre kell figyelmeztetni egymást minden nap, máskülönben a bűn csapdájába esik az ember, hiszen ha nem tartja be a parancsolatokat, akkor bűnt követel. Ha nem ismeri, akkor gonosz lesz, bűnt követel. Mindaddig részeseivé lehet, amíg a bizodalmat erősen megtartja, amíg azon az úton jár, amit megmutatott nekünk a megváltó. Mindaddig részeseivé lesz. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Ugyanarra figyelmeztet ismét, hogy a szíveteket meg ne keményítsétek, nehogy elforduljunk attól, amit ő hirdetett. Makacs más szóval a megkeményített szív. A saját feje után megy, elfordul a parancsolatoktól. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák, nem de mindazok, akik kijövének Egyiptomból Mózes által, kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig, avagy nem azokrai, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában. Azok keseredtek el, mikor az ő szavát meghallották, akik kijöttek Egyiptomból, mert nem voltak hajlandók beállni a sorba, követni a parancsolatokat, hanem hiányzott nekik az egyiptomi jólét, az, hogy mindig volt mit enni, hol lakni, még annak ellenére is fizikálisan rabszolgaságban voltak. Ők voltak, akik elkeseredtek, és nem voltak hajlandók követni az utasításokat, megkeményítették a szívüket, és vétkeztek. Nyilván, hogyha vétkezni lehet, akkor kell, hogy legyen törvény. Ezért hullottak el a pusztában. Akárcsak most, mindazok, akik nem követik az instrukciókat, el fognak hullani. Magyarul nem jutnak be a királyságba. De az elkövetkezendő esztendőkben, amikor a nagy próbatételek következnek, és a káosz fizikálisan is el fognak hullani a pusztában, mert vétkeznek. Továbbá, kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Ha vannak engedetlenek, akkor nem csak arról van szó, hogy mondogatni kell azt, hogy én hiszek, hanem valaminek engedelmeskedni kell. Ugyanúgy, ahogy vétkezni csak törvény esetén lehet, engedetlennek lenni csak törvény esetén lehet. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Az alapprobléma már akkor is a hitetlenség volt. Az, hogy hit és a parancsolatok nem zárja ki egymást. Ha valakinek nincs hite, akkor az nem fog engedelmeskedni, hiszen nem fél, nem érti a parancsolatokat, és nem érdekli. Így engedetlen lesz, vétkezni fog, és nem jut be, ahogy annak idején nem jutottak be a legtöbben. Négyes fejezet így halad tovább. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. Tehát megvan ugyanúgy az ígéret most, mint ami akkor volt, és arra figyelmeztet, hogy nehogy valaki ne érje el azt a szintet, ne üsse meg azt a mércét, ami ahhoz szükséges, hogy bejusson a királyságba, ahogyan akkor, hogy bejusson az ígéret földjére. Tehát a mérce fel van állítva, és ezt kell elérni. Ha nincsen semmilyen parancsolat, instrukció, akkor nincs mérce. Azonban a csattanóra vároknak a második fejezet lesz az érdekes, mert nékünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak. De nem használt nékik a hallott beszéd,
mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Tehát ha már akkor is hirdettetett az evangélium, és már akkor is hittel kellett volna párosítani, akkor mi az, ami megváltozott? Mert elárulom azt, hogy semmi. Akkor a Sínai hegyen azoknak, akik kijöttek Egyiptomból, ugyanaz az evangélium hirdettetett, ami most, mikor Hamásiák visszatért. Ugyanaz hirdettetett akkor, mint ami most. És az pedig nem más, mint a mindenható instrukciói, a parancsolatok, rendelések, határozatok, amiket be kell tartani mindenkinek ahhoz, hogy eljuthasson a királyságba. És mi a másik fele? Párosítani hittel azt, amit az ember hall. Azok, akik még mindig a szív körülmetélését mondogatják, az, hogy csak hinnünk kell, az, hogy ő beteljesítette, hogy neki nem kell csinálni semmit, azoknak ezt a két verszakot kellene elolvasni, meg esetleg az előző fejezetet, hogy megértsék ahhoz, hogy az evangélium mindig is itt volt, és mindig is ugyanazt jelentette, a mindenható parancsolatait. És ez az, ami ebből a verszakból kiderül, hogy megvan a beszéd, és azt párosítani kell a hittel, és akkor fog az ember eljutni arra a szintre, hogy bekerülhet a királyságba. Nézzük tovább, mert még nincs vége ezzel. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Jól lehet, munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Ugye azok, akiknek van hite, akik a beszédet hittel párosítják, amiről itt beszél, ők bemennek a nyugalomba, akik nem, azok azonban nem mehetnek be. És ezt ő mondta, aki a világ munkáit megalapításától kezdte bevégezte. A mindenható szava, ami nem változik, ami örök, és nem tér vissza hozzá üresen. Ez az, ami az evangélium volt az elején, ez az, ami mindvégig az volt, és most is az. Négyeses, mert valahol a hetedik napról eképpen szólott, és megnyugovék Elohim a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Ez ugye egy Mózes, az első egy Mózes, és ez pedig kettő Mózes. Mivel, hogy annak okáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdettetett az evangélium, azaz azok, akik a Sínai hegyen voltak, nem mentek be engedetlenség miatt, mert nem engedelmeskedtek a parancsolatoknak. Tehát az evangélium nem egy új dolog, ami Jézussal jött el, hanem mindvégig ott volt, Jehusa HaMásiák, az igazi megváltó, az Elohim angyala, aki vezette az izraelitákat, és mindvégig jelen volt az írás során a megtestesült szó, Malak, Yahuwah közvetítője, ő az, aki hirdette ezt mindvégig az írás során. Ez pedig nem más, mint a parancsolatok, rendelések, határozatok és a mindenható instrukció. Akik megtartják, azok bejutnak, akik nem, azok pedig nem. Honnan is tudjuk azt, hogy ez Yahusha HaMásiák volt velük a pusztában, arra számtalan bizonyíték van, néhányat meg fogunk nézni. János Jehokanon első fejezet, egyes vers, így szól. Kezdetben vala a szó, az ige, és a szó vala Elohimnél, és Elohim vala a szó. Ez kezdetben az Elohimnél vala, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Tehát a szó, az ige az, ami teremtette az egész világot, és az Elohimnél vala, és az Elohim vala. És minden ezáltal a szó által lett, teremtette a világot, és ez az emberek világossága. Hogyha eltörölték
a szót, magát, a parancsolatokat, ami az egész Tanák, az Ószövetség, akkor a világosságot törölték el. Hiszen meg fogjuk látni azt, hogy ez a világosság eljött hozzánk egy ember formájában. Ez a világosság a sötétségben fénylik, a sötétség az, ami a világ, és a sötétség soha nem fogja azt befogadni. Mindazok, akik harcolnak a parancsolatok ellen, a mindenható instrukció ellen, azok mind a sötétséget szolgálják. Vala egy Elohimtől küldött ember, akinek neve János, ez jött tanú bizonyságú, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy hirdesse a szót újra, hogy mindenki higgyen általa. Azonban nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy hirdesse azt, hogy előfutára legyen. Az igazi világosság eljött volt már a világba. Tehát már itt volt, hiszen a szó, a jó hír már volt hirdetve korábban, amely megvilágosít minden ember. Ez az, ami tudást ad, ez az, amivel az ember beléphet a pihenésbe, ez az, amivel bejuthat a királyságba, ez az a szó, ami mindvégig ott volt, már eljött a világba, és a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt, valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Elohim fiaivá legyenek azoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiűnek indulatjából, hanem Elohimtől születtek. Mindazok, akik hisznek az ő nevében, akik befogadják, akik követik az ő példáját és az ő instrukcióit, azok, akik Elohim fiai lesznek. És ez a szó testté lett és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes van a kegyelemmel és igazsággal. Ez az a szó, ami köztünk járt, amit Yahusha HaMashiachnak hívunk, a megváltónak. Ő az, aki megmutatta az utat, aki hirdette azt a szót, ami mindvégig itt volt a Földön, azt a jó hírt, hirdette személyesen megmutatván a világnak, hogy hogyan kell úgy élni a parancsolatok szerint, hogyan viselkedik az az ember, aki tiszta szívéből követi azt, amit a mindenható parancsol. Azt, amit korábban nem tudtak követni, eljött testben, hogy megmutassa, hogy hogyan kell szívből követni azt. 18-as vers, Elohimet soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Ha a fiú az Elohimet jelenti ki, akkor vajon mi az Elohim, ha nem a parancsolatok, rendelések, amiket megadott már korábban is. Ez az, ami által felismerhetjük és közel kerülhetünk hozzá, hogy betartjuk azt, amit ő parancsol. Ez az, amit kijelentett a fiú. Ez az a szó, aki minden teremtett, egy Mózes, egy Bereshit, kezdetben teremti Elohim az eget és a földet, a föld pedig kietlen puszta vala, mindenki ismeri ezt a részt, és mondta Elohim, legyen világosság, és lőn világosság. A mondta Elohim beszélt, és lett ez az a szó, ami terem. 6. vers, és mondta Elohim, legyen mennyezet a víz között, elválasztja a vizeket a vizektől. Ismét csak mondta, és lesz. 9. és mondta Elohim, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, tessék meg a száraz. Ismét csak mondja, és lesz. Ez az a szó, ami teremt. Ez az élő szó, a mindenható teremtő szava. Yahusha HaMashiach, aki elhozta a mindenható parancsolatait, instrukcióit, aki megjelent személyesen, hogy megmutassa, hogy hogyan kell valójában élni a hit szerint. János Yahukkanon 8-as fejezetben, a 31-es vers így szól, mondta azért, Yahusha a benne hívő Yahudimnak, zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Miért mondta azt nekik, hogy maradjanak meg az ő beszédében, és akkor az ő tanítványai, és akkor megismerik az igazságot, és akkor szabaddá lesznek?
hogyha el akarja törölni a parancsolatokat? Hogyan lehetséges, ha csak akkor lehet szabad valaki, ha megismeri az igazságot, és csak úgy ismeri meg az igazságot, ha a tanítványává válik, ha betartja az ő beszédét, ami ugye Elohim beszéde, hiszen már láttuk, hogy ő maga a megtestesült szó. Tehát így jut el az ember Elohimhez, hogy betartja azt, amit Jahusa mondott, ahogyan ő élt, tanítványává válik, így megismeri az igazságot a folyamat során, és ez az igazság az, ami szabaddá teszi. Ha valaki azt gondolja, hogy ez csak a zsidókra vonatkozik, mármint a Jahudimra, az igazi népre, akkor ő hogyan fogja megismerni az igazságot, ha ő nem tartja be a szót, nem lesz a tanítvány, nem ismeri az igazságot, és az igazság nem teszi szabaddá, hiszen nem tartja be a törvényt. Akkor ő hogyan fog bejutni a királyságba? Ez a nagy kérdés. Az egyetlen út Elohimhez és az igazsághoz az, ha az ember megtartja az ő beszédét, az ő szavát, ami nem más, mint a Hussák, a másiák, ahogyan ő megmutatta, hogy hogyan kell élni. Ez az az út, amin ha elindul az ember, szépen lassan közelebb húzódik a mindenhatóhoz, és ő közelebb húzódik hozzá, és így megismerheti a mindenhatót. És ez az igazság, ez a jó hír, ez az evangélium, ami hirdetetett már akkor a Sínai hegyen, és mindvégig a történelem során minden proféta, mindenki ezt hirdette, erre próbált az embereket visszavezetni. Ez az evangélium, ez a jó hír. Megismerni az igazságot a mindenható szaván keresztül, engedelmességgel és hittel. Sem ott 2. Mózes 13-as fejezet 21-es vers, Jahua pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az útban, úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép előtt. Ez nem lehet természetesen az atya, hiszen előbb már elmondta, hogy nem látta senki, és a fiú hozta el az ő szavát, tehát Jahua itt, ez pedig Jahusha, ha másiák, Malak Jahua, Elohim angyala, ő az, aki közvetít a mindenható és a népek között, ő a megtestesült szó, ő az, aki mutatja az utat, a világosság, hiszen a parancsolatok az, ami utat mutat az embernek a világban. Erre utal ez a vers, de tovább menjünk és megnézzük Semot 2. Mózes 23-as fejezet, ahol is így szól, ímé én angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, ez ugye Jahua mindenható mondja, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem neked a pihenésedre, az ígéret földjére, akárcsak most a királyság, akkor a Kánán területe volt ez. És ez az angyal, aki akkor is eljött, ugyanaz, aki most is eljött, és mutatta nekünk az utat azzal, ahogyan betartotta a parancsolatokat, ahogyan élt, akkor annak idején ott mutatta nekik az utat. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára, meg ne bosszansd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevem van ő benne. És ez egy figyelmeztetés magától a mindenhatótól, hogy vigyázz magadra, hallgass az ő szavára, akár csak most, ahogyan kellene mindenkinek, Jahusák, ha másiák, aki eljött, megmutatta az utat, hallgatni az ő szavára, hogy fel ne bosszantsa, mert a gonoszságot nem szenvedi. Mi a gonoszság? A bűn, a parancsolatok, rendelések és a határozatnak a megszegése, az a gonoszsággal egyenlő. És azért, mert az ő neve van benne, az ő neve, az ő karaktere. De mivel Jahua, a mindenható Jahusha pedig a, ugye Jahu megment, ezért az ő neve van benne ténylegesen is, és átvitt értelemben is. Az őt képviseli itt a földön, az ő szavát hozza el. Ő közvetít a mindenható és az ember közt, a közt a világ közt, és e közt a világ közt, hiszen az ember nem láthatja mindenhatót. Mert ha hallgatsz az ő szavára, és mindazt megcselekszed, amit mondok, akkor ellensége lészek a te ellenségenek, szorongatom a te szorongatóidat. Azt mondja, hogy ha hallgatsz az ő szavára, és megcselekszed, amit én mondok, tehát ez az angyal, akiről itt beszél, Jahusha HaMashiach, a mindenható szavát hozza el.
akárcsak a húsak a másiák elhozta újra a mindenható szavát egy emberi testben. Ugyanez a figyelmeztetés érvényes mára is. Ha hallgatsz az ő szavára és megcselekszed, amit mond, akkor fog téged támogatni. Mert az én angyalom te előtted megyen, és beviszen téged az emorosok, kitősök, perizősök, kánonősök, kívülsök, jebuzősök közé, és kiírtom azokat. Ez az az angyal, ami előttünk jár, aki mutatja az utat, aki példát mutat, aki elhozza a mindenható szavát, akire, ha mi hallgatunk, és meg is cselekedjük, amit ő mondott, akkor bevisz minket az ígéret földjére, ami a királyság, ami akkor a Kanán volt, az ma az a mennyei királyság, az a királyság, amiben mindenki be akar jutni. Csak őt kell követni. Ennyi az egész feladat az embernek. Ugyanez az angyal az, aki apostolok 7-es fejezetben, akiről beszélnek 30-as és 40 esztendő elteltével megjelenik néki a sínai hegy pusztájában, Jahuának angyala, csipkebokornak tüzes lángjában. Ugyanaz a Jahusach másiák, aki hozza a mindenható szavát. Mózes pedig, mikor meglátta, elcsodálkozik a látáson, mikor pedig odaméne, hogy megszemléje lőn Jahuának szava ő hozzá. Tehát eljön Jahua angyala a bokorban, és elhozza Jahua szavát. Tehát a kettő egy és ugyanaz, az angyal képviseli Jahuát, hozza az ő üzenetét a földre, hiszen a mindenható nem fog ide lejönni. Az emberek nem tudnák azt elviselni, úgy értve, hogy fizikálisan. És így szól, én vagyok a te atyáidnak hatalmassága, Ábrahám Elohime, Izsák Elohime, Jákob Elohime. Mózes pedig megrémülvén nem meri megnézni. Jahua pedig mondané ki, oldozd le a sarudat lábadról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. Tehát Jahua mondja az angyalon keresztül. Akárcsak annak idején eljött, hogy kiszabadítsa a népét újra, akkor azonban Mózesen keresztül, és mi történt Mózesen keresztül? Mikor elmondta neki, hogy látván láttam az én népemnek nyomorúságát, melyet Micraimban, Egyiptomban elszenvedtek, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam, és azért jöjj, elküldelek téged Egyiptomba. Látta a mindenható a szenvedésüket, elküldte az ő angyalát, hogy elhozza a hírt, hogy megszabadítja őket, Mózes által, ezt a Mózest, akit megtagadának mondván, kitett téged fejedelmi és bíróvá. Ezt az Elohim fejedelmül és szabadító küldé angyal keze által, aki megjelent néked csipkebokorban. Akárcsak akkor megtagadták Mózest, Jahusát is megtagadták, ugyanúgy a zsidók, a Jahudim, hogy kitett őt fejedelemmé és bíróvá. Ugyanaz a helyzet Mózes és Jahusa esetében, a mindenható elküldte a szavát, hogy elhozza a jó hírt, ami a parancsolatai voltak, ami annak az útja, hogyan szabadul meg az ember. Akkor nem tartották be, a megváltó idején nem tartották be, most se tartja be. Nem csak az ő népe, senki. És Mózes, ugye a 37-esben így szól. Ez a ma Mózes, ugye Mózesről beszél, aki Izrael fiainak ezt mondta, prófétát támaszt néktek, Jahua, a ti Elohimetek, a ti atyátok fiai közül, ugye eljön a szó, mint ember, a Jahudim, azaz a zsidó, a Júda törzsből, mint engem, azt hallgassátok. Mózes figyelmeztetett már akkor mindenkit, hogy el fog jönni egy próféta, aki az izraelita népből származik. Ugyanúgy, ahogy ő eljött és megszabadította őket Egyiptomból, hogy el fog jönni, hogy megszabadítsa őket a világtól, és hogy arra hallgassanak, erre figyelmeztetett. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a sínai hegyen vele beszélő angyallal, a mi atyáinkkal, aki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. A gyülekezet már akkor ugyanazt jelentette, amit ma. És annak semmi köze nincs se a valláshoz, se az egyházhoz, se a templomhoz. A gyülekezet azoknak az összessége, akik teljesítik a mindenható akaratát. Ezért hívja gyülekezetnek, eklézsiának a pusztában levő embereket, akik hallgatták
az élő igéket, a jó hírt, amit nekik elmondott a hegyen, ahogy azt láttuk már az elején, Zsidókhoz 3-4-ben. Ugyanaz az angyal, aki a csipkebokorban volt, ugyanaz, aki eljött, mint élő szó, ugyanaz, aki mindvégig közvetítette a mindenható szavát és akaratát, ugyanaz hozta el az élő igéket a sínai hegyen, ami nem más, mint a jó hír, hogy hogyan kerülhet az ember a mindenható népébe, és a mindenható pihenésébe, és a mennyei királyságba. A 39-es versben pedig leírja ugyanazt a helyzetet, ami akkor volt, és ami most van, akinek nem akartak engedni ugye ennek a Mósének, Mózesnek, illetve az angyal parancsolatainak, de akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordulnak. Ugyanúgy, ahogy ma az emberek a szívükben a világ felé fordulnak, mert jobban szeretik azt a fajta életet, amit az egyházak biztosítanak, az, hogy mindent lehet, ugyanúgy, ahogy akkor azt mondták az emberek, hogy milyen jó volt Egyiptomban, ugyanúgy, ahogy most azt mondják, hogy nem így van ez, azt csinálunk, amit akarunk, ő eltörölte a törvényt. Ismétlődik az egész folyamat, hiszen az ellenség ugyanúgy dolgozik, mint ahogy akkor. Mindazok, akik a törvények ellen beszélnek, azok mind az ellenség céljait segítik elő, és azokat hozzák napvilágra. Csak ismétlésképpen, akik még mindig azt mondják, hogy a parancsolatokra nincs szüksége, annak jelenések könyve 12-es fejezet itt van, 17-es vers, megharagbék azért a sárkány, ugye a sátán, az ellenség, az asszonyra, aki ugye a mindenható népe, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, akik az Elohim parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél valahogy a Husach HaMashiach bizonyságtétele, és áll a tengernek fövenyére. Azok valók a mindenható népéből, akik őrzik a mindenható parancsolatait, és akiknek a Husach HaMashiach hite megvan. Ez a kettő együtt. Ez a jó hír. A hit és a parancsolatok az evangélium. Ez a jó hír, ami a kezdetektől fogva hirdetve volt, Husach HaMashiach a mindenható angyala, a Malak Yahuwah által, hogy hogyan kerülhet az ember a mindenható népébe és az ő országába. Ugyanerről ír jelenések könyve, és mindvégig az egész írás erről szól. Ez az a szó, akiről Dávid így énekel Zsoltárok 40-es fejezetben, Tehellim 40-es fejezetben. Akkor azt mondom, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem a megváltó, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Elohimem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot, a nagy gyülekezetben ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Jehova. Tehát a gyülekezet már akkor is megvolt, azok az emberek, akik az igazságban hittek, akik a mindenható szavában hittek, ami a könyv tekercsben le van írva. Az egész könyv egy dologról szól, hogyan lehet az ember a mindenható gyermeke. Követi a parancsolatokat, és megvan a hit a megváltóban. És ugyanazt erősíti meg a 11-es versben, amit mondott a megváltó, hogy nem rejti véka alá a gyertyát, és nem a ők a világossága, a sötétségben, a világban és a föld sója, azok, akik hisznek és tartják a parancsolatokat. 11-es igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. A gyülekezet, amit ma templomnak, vallásnak, egyháznak hívnak, semmi köze nincs ahhoz, ami ekkor gyülekezet volt. Azok, akik ekkor gyülekezet voltak, azok betartották a mindenható parancsolatait, hirdették az igazságot, a hűséget, és azt, hogy hogyan segít a mindenható azoknak, akik az ő gyermekei. Erről szól a könyvtekercs, ami nem más, mint a Tanakh, az úgynevezett Ószövetség. A 7-es versben azt írja, véres áldozatot, ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. A mindenható soha nem az áldozatot kívánta, mint fizikális áldozat, hanem az, hogy az ember úgy él,
ahogy ő azt parancsolja. Ez az áldozat. A véres áldozat csak egy tanító mester volt, ami előkészített minket a megváltóra, hogy ha az eljön, úgy viselkedjünk, úgy éljünk, hogy hirdessük az ő szavát, az ő törvényét, ami nem más, mint a jó hír. Az, ahogyan az ember bekerülhet a királyságba. Nem véletlenül, hogy szó szerint idézi ugyanezt zsidókhoz 10. fejezetben. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, akkor mondám, Jahusha HaMashiach, ímé itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Jahua, a te akaratodat. És így szól, fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket törvény szerint visznek, ekkor ezt mondotta, ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat, Jahusha HaMashiach, eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, eltörli az áldozatokat, hogy meghagyja a törvényt, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, Jahusha HaMashiach testének megáldozása által. Tehát a könyv fejezetében megvan írva az egész könyv, ja, ezért mondja, hogy a könyv fejezetében meg vagyon írva rólam, hiszen az egész könyv róla szól. Jahusha HaMashiach, a mindenható szava, az élő szó, a mindenható angyala, aki közvetíti az utasításait, a Malak Jahua, ő az, akiről ez a könyv szól. A könyv maga Jahusha HaMashiach, aki által bejuthatunk a mindenható népébe és az ő országába. Ez a jó hír. Jelenések könyve 14-es fejezet így kezdődik, és látám, és íme egy bárány, ugye ez Jahusha HaMashiach, a mindenható szava, ával a Sion hegyén, akár csak akkor állt az akkori gyülekezettel, amikor hirdette a mindenható szavát, most is ott áll, és vele ismét egy gyülekezet, 144 ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő atyának neve, a parancsolatok, rendelések, határozatok, a mindenható szava, az, ahogyan élni kellene. És ekkor a 6. vershez leugrunk, és látik más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való jó hír, hogy a föld lakosainak hirdesse a jó hírt, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. És mi a jó hír? Féljétek Elohimet, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, tengert, vizek forrásai. Ez a jó hír. A jó hír nem az, hogy eltörölte a parancsolatokat és azt lehet csinálni, amit akarunk, hanem pont az ellenkezője. Azok, akik hirdetik, akiknek az ő neve van a homlokán, akik mindig arra gondolnak, hogy vajon mi a mindenható akarata. Az örökkévaló evangélium, amit az angyal hirdet, a jó hír, az pedig az, hogy féljétek Elohimet. Hogyan féli az ember, hogy betartja az ő parancsolatai. Akinek ez nem elég, az leugrik a 12-es vershez, ami így szól, itt van a szenteknek békességes tűrése, a szentek, akik elválasztják magukat a világtól, szent ugye ezt jelenti, elválasztott, kívülálló. Itt, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jahusha hitét, tehát mind a kettő szükséges ahhoz, hogy valaki szent legyen, és ez Jelenések könyve 14, ami a legutolsó könyv az írásban. Elohim parancsolatai, Jahusha HaMashiach hite. Ez, az az angyal, ezt hirdeti, mint örökkévaló jó hír evangélium. Ez az, amit az egész föld lakosainak át akar adni, hogy féljék Elohimet. Hogyan féli valaki, hogy megtartja a parancsolatait, és hisz az ő megváltójában, aki eljött a testben. Pontosan ez az, amit a bárány, Jahusha HaMashiach Sion hegyén hirdet a 144 ezerrel, akik mindig ezen ebben élnek, hiszen ez van a homlokukra írva. Ugyanúgy, ahogy olvashattuk az elején, mikor kihirdette az egész videó elején, mikor hirdeti a hegyen a jó hírt, azoknak ugyanúgy hirdeti a jó hírt most. És ugyanúgy fogja, akkor is, amikor a világ szétomlik. Utolsó fejezet az egész könyvben, amikor már láthatjuk a mindenható királyságában a
az élet tiszta folyóját, az élet vizének tiszta folyóját, az élet vize nem más, mint a mindenható szava. Ez az élet vize. Ekkor természetesen egy igazi szóról, egy igazi folyóról van szó, azonban ma a mindenható szava az, ami életet ad, hiszen ha az ember követi azt, akkor eljut a mindenható királyságába, és az ő népe lesz. Ahol pedig így szól, Jehusa Hamásia, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Remélem, hogy mindenki számára világossá vált az, hogy a jó hír, az evangélium, amit Jehusa Hamásiák hirdetett, az mindvégig ugyanaz volt az egész könyv során, ami nem más, mint az úgynevezett ószövetség, a Tanák, amit minden vallás igyekszik eltörölni és nevetségessé tenni, és úgy beállítani, mint valami, ami régi, ami ó, ami idejét múlt, amit meg kellett változtatni és meg kellett javítani. Ez soha nem volt így a mindenható szerint, soha nem volt így a Jehusa Hamásiák szerint. Miért is lenne így szerintünk? Miért is lehetne így bárki szerint? Ez az életnek a folyója, ez a fény, ez a világosság az életünkben, ez az út, ami a mindenhatóhoz vezet, ez az, ami által az ember eljuthat az ő országába, az ő népébe, és az ő pihenésébe. Ezért hívják jó hírnek, ezt hirdette a kezdetektől fogva, és ezt hirdeti mind a mai napig, még azokban a kevés napokban, ami még hátra van, ugyanez lesz. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!